főleg úgy éreztem magamat, mikor itthon jártam, hogy rám néznek, és azt mondják, hát ez mégiscsak hazajött. És hát hol van a többi? Hát itt van egy nagyon kedves levél az én kezemben is. Mélyen tisztelt százados úr így szól. Először is engedje meg, hogy bemutatkozzam. Ifjú Csobánci Jenő vagyok, az önt haláláig tisztelő és szerető katonájának a fia. Én visszaemlékezve úgy érzem, az ő élete egy álom volt. Kicsit mindig ott maradt önnel és a bajtársaival, a Donnál. Ugye? Vili bácsi, ha még egyszer azokat az emlékeket, amiket a filmben elmondott, föl kellene idézni, van olyasmi, amit másképpen mondana? Nem. 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 Az a remény éltetett valahogy, hogy hát nem lehet meghalni mindenkinek, hát ha még él, fogságban van, és hát ha majd hazakerül. Én azt mondtam, bárhogy jön haza, ha nyomorék lesz, soha nekem egy fillért nem keres, de én akkor is dolgozom, küzdöm őért és a gyerekemért. De ez nem van. Dolgoztam a rendőrségen is, és olyan toprongyos ember jött be. Mindig, jaj, ilyetten néztem, hát ha a férjem, mert egyik ezt mondta, másik ezt mondta. Még eddig is reménykedtem, meg reménykedem, mert mondták, hogy ha betölti a 60-at, ha fogságban van, majd el fogják engedni őket akkor haza. Elmentem ehhez Lackó Zoltán főhadnagyhoz, és azzal beszéltem, hogy hát, mondtam neki, hogy hát az én férjem, hogy nem jut haza, azt mondja, sajnos Dányi néni, a legjobb 15 emberem maradt oda. Ennyit tudott, most semmit sem nem mondott. Többet nem mondott róla semmit, csak ezt mondta. Vagy kétszer álmodtam felülen, egyszer ilyen nagy zöld fűbe mentünk, azt mentem utána, mikor elértem volna, eltűnt. Még egyszer egy üzletbe mentünk, hogy majd a gyerekeknek vásárol valamit, hogy majd keresünk, azt mikor így lesen, sehol se volt. Almodtam felüle. Beszéltem is vele, hogy hazajött volna az katona ruhába, azt mondta, hogy még ő neki vissza kell menni egy kis időre. Ilyesmiket almodtam felle, hogy vissza. És akkor így elmentem így akkoriba, mentünk így halott lartászó, hogy is elmentünk, és azt mondta a halott látó asszony, hogy él a férje. Először, mikor voltunk, mert ugye mentünk több asszonyok, akiknek oda maradt, és azt mondta akkor, hogy él a férje. Hát ugye én világos kendőt köttem a fejemre. Mikor az másodszor elmentünk megint oda, Dormandra, akkor azt mondta, hogy mondom, maga férje meghalt. Ma maga csak a más világon fog vele találkozni. Pénzt is szállnak rá, ha elvinnének engem egyszer oda. Mondtam is a fiamnak, sehova nem vágyom, csak oda. Ahol eltűnt, amit írnak, hogy kosztor ne volna. És cédula volt a nyakukban, hát biztos. Mert én ide kimegyek a szovjetok sírjához, viszek virágot, az férjem sírját látom, és találom örömen ő bennük. Mert hát, ha talán ott is tesznek az én férjem sírjára. Ott is gondozzák, mert ez borzasztó, ezt nem lehet elmondani szavakkal. Amikor az ember itt marad egy gyerekkel, és szereti a férjét, és várja, várja. De még máma is várom. Az emlékét én megőrzöm. Mert megérdemli, mert jó ember volt. Hosszú ideig úgy éreztem magamat, mikor itthon jártam, hogy rám néznek, és azt mondják, hát ez mégiscsak hazajött. És hát hol van a többi? Hát itt van egy nagyon kedves levél az én kezemben is. Mélyen tisztelt százados úr így szól. Először is engedje meg, hogy bemutatkozzam. Ifjú Csobánci Jenő vagyok, az önt haláláig tisztelő és szerető katonájának a fia.
Én visszaemlékezve úgy érzem, az ő élete egy álom volt. Kicsit mindig ott maradt önnel és a bajtársaival, a Donnál. Ugye? Vili bácsi, ha még egyszer azokat az emlékeket, amiket a filmben elmondott, föl kellene idézni, van olyasmi, amit másképpen mondana? Nem. 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 Mondd, hol van a sok virág, mely nyílt hegyvölgy réten át, hol van az a sok virág, elhervadt régen. Hol vannak a férfiak, kiket háborúba hurcoltak? Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így? Hol vannak a katonák, kik harcoltak sok éven át? Hol vannak a katonák, elhultak régen? Hol vannak a katonák? Sírjuk felett száz virág. Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így? Hol van a sok sírkereszt? Az őszi szél is sírni kezd. Hol van a sok sírkereszt? Elkorhat régen. Hol van a sok sírkereszt? Az ember meg nem érti ezt. Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így?